Két fiatal szerencsés mérnökkel beszélgethetek. Egyikük már volt Tájvánon, másikuk pedig most megy Tájvánra. Ugye nagyon sokat hirdettünk, nagyon sok építésztől kértünk anyagot, nagyon sok építészanyagot küldtünk ki Tájvánra, és az építészirodák, akik megígérték, hogy a fiatal mérnökeinket fogadják, az anyagokat átnézték, feldolgozták, és kiválasztottak két fiatal mérnököt. Tamás már túl van az úton, te pedig most mész januárba. Mesélj, Tamás, milyen volt? Milyen tapasztalatid voltak? Hogy érezted magad? Mennél-e még egyszer? Én nagyon kellemesen éreztem magam ott kint, és mennék oda ki mindenképpen még egyszer. Az OptiSolar nevű cégnek az irodájában dolgoztam két hónapot. Ez egy megújuló energiaforrásokkal és energiatakarékos világítással, illetve szünetmentesekkel foglalkozó iroda. Ott belefolytam a szervizes ügyekbe is, tehát láttam a gyakorlati részeit is a különböző technológiáknak, illetve segítettem a cégnek a munkáját az eladásoknak a támogatásával, fordításokkal, illetve különböző előadásoknak az elkészítésével. Azt hiszem mondani, hogy ott a munkahelyen nagyon elfogadók voltak a kollégák, meg nagyon segítőkészek. Egy kifejezetten barátságos légkörbe tudtam becsöppenni. Angolul sajnos nem mindenki beszélt jól, de akivel csak kínaiul tudott, kézzel-lábbal azzal is sikerült megértetnem magam. Sajnos két hónap alatt kínaiból csak néhány szó ragadt rám. Ehhez ez nem volt elegendő idő, úgyhogy többek között ez is egy ok, amiért nagyon szívesen kimennék még Tájvánra. Kínai nyelvről megjegyzendő, hogy Tájván az egyetlen egy olyan ország ma a Földön, ahol még a klasszikus kínai jeleket használják, úgyhogy emiatt is mennék szívesen, egy nagyon hagyományőrző nép. És kín az utcán is azt lehet mondani, hogy az ember nagyon segítőkész emberekbe tud belebotlani, hogy az ember bárkit megkérdez, merre kell menni, az ilyen bérelhető biciklit hol lehet visszatenni. Igazából addig magyaráznak, akkor is, hogyha csak kínaiul tudnak, amíg az ember meg nem érti. Tehát így alapvetően azt tudom mondani, hogy nagyon pozitív élményekkel feltöltődve jöttem haza, és szeretnék menni még egyszer. Hát rajtad a szemét, na nagyon sok építész fog téged most figyelni, mert nagyon sok építész pályázott arra, hogy kimehessen Tájvánra dolgozni. És a kinti építészek téged választottak munkáid alapján. Gondolom, ha veled most meg lesznek elégedve, akkor még sok-sok magyar építész is mehet majd ki. Tehát borzasztóan nagy felelősséggel indulsz el, és biztos, hogy nagyon tehetséges anyagokkal is indulsz el, hiszen téged választottak legalább 15-20 építész közül. Hogy indulsz neki? Félsz? Hát a félelmem már elszállt, így a kezdeti időszakban még tartottam az utazástól, de azóta úgy gondolom, hogy lelkiekben felkészültem a kintlétre, és nagyon várom a kinti munkát, és hát remélem, hogy a cég, illetve Magyarország nevét öregbítve fogok tudni olyan munkát végezni, hogy mindenki büszke lehessen rá, de főleg én saját magamra, és nagyon várom, hogy milyen kihívások fognak rám várni. Őszintén szóval még nem túl sok elképzelésem van arról, hogy milyen feladatokat fognak rám bízni, de bármi is lesz az, nagy lelkesedéssel és várakozással nézek elébe. Úgyhogy összességében izgatott vagyok, és nagyon várom. Én azt hiszem, hogy azzal érted el, hogy téged választottak ezek a vágott szemű fiúk, hogy nagyon szép munkákat csinált egy nagyon szép kislány. Úgyhogy nem lehet tudni, most a kettőt egyszerre választották, vagy csak egyenként választották, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Ugye Tamást azzal indítottam el, hogy hazanegy erre nekem vágott szemű kislány nélkül. Téged meg azzal indítanak útnak, hogy hazanegy erre vágott szemű fiúval. Úgyhogy remélem majd, amikor hazajössz, akkor beszámolsz, hogy hogy volt, hogy mi történt, milyen volt a tapasztalatok. Hogy állsz a kínai nyelvhez? Hát elég kínai, mert tehát
az angol lesz a bázis. Tehát semmilyen kifejezést nem ismerek, majd remélem valami csak-csak rám ragad a kintlét során. Illetve hát, ha nem is csak a nyelv, de így a kultúra, azt is szerintem ott fogom leginkább megtapasztalni, hogy milyen is, meg amikor az ember kiutazik, akkor látja leginkább, hogy az emberek hogyan viselkednek, mik a szokások, tradíciók, stb. Úgyhogy hiába is olvasok most utána, megnézek filmeket, meg képeket így az interneten, ott lesz a nagy ledöbbenés, hogy valójában mi is ez. Most azért tudnod kell, hogy én ebben az építési irodában voltam, egy zseni az építész, a tulajdonos, a dolgozói, akikkel együtt dolgozik, írtó aranyos kis emberkék. Tehát hát úgy fogod magad érezni, hogy becsöppentél hirtelen a paradicsomba. Amire azonban vigyáznod kell, hogy nagyon kedves, nagy aranyos zseni a főépítész, szinte összeélnek a felhőkarcolói a városba, de nagyon kemény és nagyon szigorú, amikor munkáról van szó. Nem félsz a kőkemény munkától? Nem félek tőle, de azt gondolom, hogy majd úgy szabják rám a feladatokat, hogy felmérik az erőforrásaimat, és tehát nem, nyilván nem fognak olyan dolgokat rám bízni, ami nem bevállalható, de nem félek a kemény munkától, hogyha az van, hogy dolgozni kell, akkor dolgozni kell, mert hát tulajdonképpen azért megyek ki. Az már csak egy plusz pozitívum, hogy közben egy olyan kultúrát ismerek meg, amit eddig még nem ismertem.